Díszes kapubálványok, kerékvetők, tardosi vöröskőből formált párkányok és lépcsők. Majd 250 esztendeje születtek a tatai mesterek kezenyomán a kőfaragóház legjellegzetesebb ékei. Az egykor itt élt iparosok Csákvártól Pápáig szolgálták az Eszterházi uradalom építkezéseit, és bár munkájuk gyümölcse felett nem, az 1790 környékén épült ingatlan felett a 2000-es évek elejére eljárt az idő. Akkor éreztem igazán, hogy a Műemléki Bizottságra szükség van, hiszen a mi bizottságunk döntött úgy, hogy ezt a házat nem engedi eladni, hanem megkéri az önkormányzatot, illetve javasolja az önkormányzatnak azt, hogy vegye meg, és próbáljon belőle egy közhasznú, művészeti célú, kulturális célú épületet kialakítani. Akkor ez általánosan hangzott, de ma már sokkal konkrétabbak, hisz ma művészek jöttek, ma már beszélgettek. Igen, hát ennek előzményei is voltak, mert akkor, amikor a Műemléki Bizottságban erről tárgyaltunk, már akkor felvetettük azt, hogy a hiányzó városi galéria helyét is pótolhatná ez az épület, de mindenfajta önkormányzati rendezvények. A városnak a eddig 5, egyre inkább gyarapodó, most már úgy tudom, 6 testvérvárosának lehetne egy olyan találkozóhelye, az ottani művészeknek a pihenőhelye, alkotóhelye, amivel azt hiszem ez a város gazdagodna. De ami ezt a helyet még különlegessé teszi, az éppen az elhelyezkedése. Az a kert, emeletes kert rendszer, ami itt látható, és felfut a Kálvária dombig, a kilátótoronyig. És addig a Kálvária dombig, ami tulajdonképpen Tatának egy nem eléggé kihasznált, de fantasztikus értékekkel teli része, ami egy új idegenforgalmi központot alakíthatna ki Tatán. De valahol kapcsolódik ez a hely a barokkhoz is. Igen, hát ez egyik legkorábbi tatai barokkház, az 1700-as évek elején épült, és ha megkutatjuk a falakat, lehet, hogy még korábbi részleteket is találunk. Már most, ahogy végigjártuk építészekkel a házat, kiderült, hogy gyönyörű nyitott konyhás kürtős részletek is vannak benne. Van benne egy saját kis borospince. Szóval egy olyan csodálatos kis komplexumot lehet itt kialakítani, amiben megőrzi a barokk épületeknek a szépségét, és ugyan akkor belekapcsolja a modern művészetet is. Bejön Monte Cuccoli, pénz, pénz, pénz. Igen, hát több képviselő társam, akik mondjuk anyagiasabbak és kevésbé beoltottak a kultúrával, mint én, azok rögtön mondták, hogy megvetettél 8 millióért egy házat, és 60 milliót kell rákölteni, hogy szép legyen. Én tudom, hogy erre nagyon sokat kell rákölteni, de én azt gondolom, egyrészt lehet egy fokozatos helyreállítási tervet is készíteni, másrészt rengeteg erőt, rengeteg pályázatot meg lehet próbálni, és összefogással, márpedig Tatán nagyon-nagyon sok sikeres vállalkozó van, aki talán, hogyha látja az értelmét ennek az épületnek, akkor szívesen ad és szívesen segít a saját lehetőségeivel ennek a háznak a megálmodott formájához. Művészek hogyan reagáltak? A művészek szerintem már most boldogok tőle, és én nagyon remélem, hogy nem csak várják azt, hogy sokan mondják azt, hogy a művészek mindig csak várják, hogy készen adjanak nekik valamit. Én úgy tapasztaltam éppen az elmúlt években, amikor elkezdődött a mi művelődési bizottsági beszélgetés sorozatunk a művészekkel, hogy ők szeretnének adni is, segíteni is, kétkezi munkával is, pénzzel is. Tehát ha látják, hogy értelme van, akkor egész biztos, hogy segíteni fognak ebben. És nem véletlenül találtuk ki ezt a mai találkozót, hogy lássák ilyen állapotban is, érezzék meg benne a szépséget, és segítsenek az adakozást elindítani, hogyha elkészül az alapítvány erre a házra, akkor minél több ember akarjon ennek alapító tagja és részese lenni. A művészek alkotóhelyet, a pessimisták romhalmazt lát az épületben. Az építész mit lát? Az építész, mint alapvetően műemlékes érdeklődésű építész, a művészekkel ért egyet, ha nem is alkotóhelyet, de mindenképpen alkotásra inspiráló helyet lát a saját szakmája számára is ebben az épületben. A műemlékjegyzék szerint 1710 körül épült ez a ház.
a népnyelvit kőfaragóháznak hívja, ami azt valószínűsíti, hogy mivel a Kálvária dombból sokáig bányáztak építőkövet és díszítő célokat szolgáló köveket, itt esetleg valóban kőfaragó mester lakhatott. Ez bizonyos megmaradt részletekben még mindig látszik az épületen, kívül belül vöröskő, könyöklő párkányok találhatók még nyomokban az ablakon. A kapukeretezés kívülről szintén nagyon szép kiképzésű, belül innen is látható, hogy kerékvetőköveket készítettek, ajtókeretezést készítettek a kőből. Nekem nagyon tetszik ez az épület, így romjaiban is. Mikor lesz belőle valóság? Minden pályázati lehetőséget megragad a város arra, hogy ezt az épületet fel tudja újítani. Most jó hírként mondható el, hogy a Nemzeti Örökség Program 2000 című pályázaton a műemlékek helyreállítására és kutatására, illetve kutatás előtti helyreállítására szóló pályázati alprogramból 800 ezer forintot kapunk arra, hogy ennek az épületnek a komplett művészettörténeti, építészettörténeti kutatását és szerkezet helyreállítási tervét el tudjuk készíteni. Én nagyon remélem, hogy 4-5 éven belül egy teljesen felújított és hasznosítható épületet tudunk átadni a városnak. A Városi Galéria terve végül nem valósult meg, az önkormányzat képviselőtestülete előtt pedig rendszeresen napirendre került a folyamatosan romló állapotú ház hasznosításának kérdése. A városvezetés végül 2017-ben hivatalosan is bejelentette, Európai Uniós forrásokból megkezdődhet a ház és a Kálvária domb környezetének megújítása. Tatavárosának legújabb, komplex turisztikai attrakciója azonban nem született meg egykönnyen. A műemléképület számos kihívás elé állította a kivitelezőt. 2018-ban már nem tudott tovább ellenállni az időjárás viszontagságainak az előregedett fődémszerkezet, így egy vihar következményeként az oldalhomlokzat egy része összedőlt. Később az épület állékonyságával is akadtak gondok, így már akkor körvonalazódott, a projektnek többlettámogatásra lesz szüksége a befejezéshez. Ezt nem lehet előre minden részletét tudni, ez azért egy komolyabb lassítással járt a beruházás során. Még egy közbeszerzés bele is kellett iktatnunk, hogy azt a plusz fejlesztési részt azt hozzátegyük. Másik újdonság az, hogy az ingatlan mellett levő öreg házat, egy helyi védett épületet megvásárolta az önkormányzat. Ennek azért örülök, meg örülünk, mert hogy így a közvetlen szomszéd azon az oldalon maga az önkormányzat lesz az épülettel, és össze tudjuk nyitni az udvart. Egy lényegesen jobb, még jobb kihasználtságot adhat majd az épületnek. Kőfarangó ház egy nagyon érdekes, izgalmas épület itt Tatán. Nagyon közel épült az egykori kőbányához, ami a Kálvária domb környezetében működött. 18. század elején is van már a bánya működésére információnk, régebbi források is szólnak róla. Az Eszterházi család azonban alapvetően tatai uradalmi építkezéseit is innen szolgálta ki. Ehhez kellett egy olyan központi épület, ahol ezek a kőfaragó mesterek élhettek és alkotni is tudtak. A kőfaragó ház egy ilyen épületkomplexum, egy nagyon sajátos elrendezéssel, egy U-alakú épületforma, egy nagyon jellegzetes szemöldökgyámus kapuval, ami magát az épületnek a karakterét is nagyon meghatározza. Számos épületelem köthető az ő nevükhöz az elkészítés. Még a 19. századnak a közepén is egy uradalmi kőfaragó mester lakott itt, és kőfaragó üzletet is működtetett ezen a helyen. Onnantól a forrásaink is egy kicsit hiányosabbak, nem egészen tudjuk nyomon követni a dolgokat. Nyilván szépen lassan ezeket az igazán masszív és hosszú ideig tartó megmunkálási formákat kiszorították. Az építkezés befejeztével már a kulturális és turisztikai szakembereken volt a sor, hogy tartalommal töltsék meg a tereket. Rendkívül izgalmas projekt volt mind a kivitelezési időszak, és ha lehet mondani, akkor még izgalmasabb, és reméljük, hogy még kreatívabb lesz a fenntartási időszak, tehát az üzemeltetés, ami a kreativitás még próbára is fogja tenni, ugye ez az energiahelyzet, de ennek dacára olyan közösségeknek kíván a kőfaragóház terepet adni és teret adni,
akik valamilyen kézműves vagy önfenntartó, tatai jellegű, a kistérséghez szorosan tartozó tevékenységeket tudnak végezni. Ez a fazekasságtól egészen az élelmiszeripari műhelyek működtetéséig. Tehát egy picit választ szeretnénk adni arra a kihívásra, amit jelenkorunk és jelen pillanat is ad, kultúrától kezdve a kézműves mesterségekig, a családi ünnepekig, a baráti összejövetelekig, tehát egy olyan komplex közösségi térként kívánunk működni, illetve a Kőfaragóház, amelyet a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT fog üzemeltetni, amely reményeink szerint mindenki megelégedésére fog szolgálni. A mai Fazekas utca 62-es szám alatt található épületben szinte kézenfekvő volt, hogy a kőfaragók mellett a város egy másik, ma is élő ipartörténeti hagyományáról emlékezzenek meg. Olyan edényeket helyeztünk el rajta, kicsinyített formába, amik a korongon készültek. Tehát, hogy látszódjon az, hogy ez a kis eszköz, ez a fazekas korong, ez egy egyébként fantasztikus találmány volt az emberiség történetében és a kézművesség folyamatában, mert meggyorsította, szabályozhatóvá tette, és egyáltalán ezt a egyre finomabb és egyre tartósabb eszközöknek az előállítását tette lehetővé, és minden kis eszközhöz írtunk egy-egy gondolatot, hogy mit lát itt a kedves látogató, és milyen tárgyakkal találkozik, és mindezt igyekeztünk kicsit viccesen, kicsit játékosan is megfogalmazni. Például miből ittak a Baromfi udvarnak a lakói, az egyik kedvenc tárgyunk is itt található, a csibeitató, ami a tatai fazekasságnak, a tatai kerámiának is az egyik legtöbbet gyártott tárgya volt, hiszen nagyon sokra volt belőle szükség. De itt vannak például, itt van például egy miniatűr iker edény is, amiben ugye az étel szállítását tudtuk megoldani a két különböző edény részében, két fajta étel vitelére volt lehetőség, és hát nem feledkezünk meg a lábosról sem, amit valóban lábakkal lehet itt megszemlélni. Kínálkozott a lehetőség, hogy létrehozzunk egy fazekas kiállítást a Kuni Domonkos Múzeum segítségével, ami azt jelenti, hogy az emeleten egy interaktív kiállítótér jött létre, amely nem csak a gyerekeknek és a családoknak fog minden bizonnyal nagy élményt jelenteni, egy élmény múzeum pedagógiai programmal, hanem az ide látogatóknak is, tehát a Tatára látogatóknak is legyen bármelyik korosztályhoz tartozó is az illető. A múzeum azt a feladatot kapta itt a Kőfaragó házban, hogy az emeleti padlástérbe egy olyan kiállítást, kicsit interaktív kiállítást próbáljon meg megálmodni, ami megismerhetővé teszi a tatai fazekasságot. Azért örültem nagyon, amikor kiderült, hogy ez egy fazekasságot bemutató tér is lesz, mert ez egy kézműveseknek fenntartott ház volt itt. Kezdetektől fogva olyanok dolgoztak, éltek, akiknek az volt a mindennapjuk, hogy valami a kétkezi munkával állítottak elő. Reméljük, hogy sok-sok csoport jelentkezik majd be, mi múzeumként is meghirdettünk foglalkozást hozzá, és hát nagyon jó szívvel és tényleg érdeklődéssel állunk mi is elébe, mert ez egy új tér lesz itt Tatán. Nem volt még eddig ilyen, a múzeum sem kimondottan ilyen tematikában gondolkozik, hiszen nálunk általában a tudományos ismeretterjesztés az, ami fontos. Itt talán a tudományosság egy kicsit háttérbe szorul, és az ismereteknek a felelevenítése lesz majd a cél, nem csak a kerámiának a megismerése, hanem egy kicsit az anyagnak a szemügyre vétele. Ezt a teret kimondottan csoportok számára lesz érdemes majd meglátogatni, és reméljük, hogy a múzeum pedagógusainkat majd keresik a főként elsősorban a tatai gyerekek, a tatai iskolák, és reméljük, hogy sikerül egy kicsit országos szintre is kiterjeszteni a tatai fazekasságnak a hírét. Az agyag előkészítésével kezdődik a maga a folyamat, és ezt igyekeztünk ilyen játékos kérdésekkel, nem tankönyvszerűen bemutatni.
Ez egy borzasztóan hosszú folyamat, amíg elkészül egy kerámia. Egy kicsit erre is próbáltunk hangsúlyt fektetni, bemutatni, hogy nem olyan egyszerű és nagyon sok tudást igényel az, ahogy előbányásszák ugye az agyagot, és különböző finomítási folyamatokon megy keresztül egészen odáig, hogy a korongozó asztalra tud kerülni. Gyerekek számára lesznek benne ilyen interaktív részek is, például ki tudják próbálni az agyagnak a tiprását, ez is egy ilyen agyagfinomítási módszer. Hát a korongozó asztalra kerülés előtti első kis mozzanat, ez az agyagpogácsák a készítése. Gondolkodásra késztet, hogy végül is mekkora agyagpogácsát, mekkora agyagmennyiséget kell ahhoz a korongra tenni, hogy abból egy kész termék legyen, és ugye ez minden edény kerámia esetében változó. Nem égetjük itt helyben természetesen a kerámiát, de hogy ez a részét is megpróbáltuk valamilyen módon átélhetővé tenni, hogy ott még, hogy elkészül a termék és kikerül a polcokra, ott még egy viszonylag hosszú folyamat és bonyolult folyamat az égetés. Többek között, ami itt látható tárgy, az mind-mind tatán készült fazekas termékek, és komoly kihívást okozott néhány nagyobb tájnak a kiégetése, mert nehéz ezeket megfelelő hőmérsékleten, megfelelő idő alatt kiégetni, és hihetetlenül érzékenyek ezek a tárgyak, nagyon könnyen széttörnek, és szerintem ez egy nagyon, nagyon izgalmas gondolat, hogy be lehessen menni, és meg lehessen nézni, hogy hogyan égnek a tárgyak ki a kemencébe. És a tatai kerámiánál a máznak az egy érdekessége, hogy akkor kapja csak meg ezt a fehér alapszint, amikor megvan a megfelelő hőmérséklet és kiégetése kerül, és akkor ezt is egy picit megpróbáltuk érzékeltetni a kemencében. A tatai fazekasságnak a mintakincse az Magyarországon is egyedülálló. Ilyen játékos kérdések vannak, amiket össze kell párosítani, és ezek is mind a mintakincsre vonatkozóak. Mintáknak nagyon sok esetben kedves kis elnevezései vannak, és mi ezt próbáltuk kiemelni. Például megtalálható a minták között a nyúlfüles minta, vagy a csibeláb, a békatart, vannak gilisztás, pettyes minták, és nem kifejezetten komoly és nehéz témájú kiállítás ez, hanem könnyedén befogadható, én úgy gondolom, és a hangsúly a játékosságon és a befogadhatóságon van. Fontos személynek is szerettünk volna, ha nem is egy teljes kiállítás, de mindenképpen egy gondolatébresztő kis teret létrehozni itt a Kőfaragóházban, mégpedig Körmendi Gézának, és egy picit ő ennek a kiállításnak az elején és a végén is helyet kap, hiszen amit ma tudunk a tatai fazekasságról, annak a nagy részét az ő kutatásainak köszönhetjük, és az ő gyűjtéseinek, amit még élő fazekasokkal tett meg interjúk formájában is összegyűjtötte és feljegyezte Körmendi Géza. A pincéből ezeket az agyagtömböket fölhozták a műhelybe. Na most a műhely padlójára 4-5 agyagkockát levágtak, és akkor a fazekas föltűrte a nadrágszárát, és mesztélláb elkezdte a szél betiprását körbe. Így szélbe szépen csúcsos lett a közep, és akkor szépen beti, de így két lábbal egymás után ment a lábbal, egyik lába kiebb volt, a másik, és amikor ez úgy végig tiporta, akkor jött a széjjel tiprás. A közepéről megkezdte fokozatosan széjjel, vékonyra széjjel tiprani. Amikor megvolt, akkor összehajtogatta, és akkor újfent tiporta. Finomítani kellett az agyagot. Finomítani, egész olyanná, mint például a tészta, az a bizonyos hát húsvával, húslevesbe készült metéltész, olyan finomnak kellene lenni az agyagnak, hogy lehessen dolgozni. Most amikor ez megvolt, akkor még föltették a gyúrópadra. Ott még tovább gyúrt, ez egy kegyetlen munka volt kézzel, és akkor, amikor már kész volt, akkor szaggatta pogácsákra, az már van kisebb volt, az körülbelül egy edény elkészítés elég, és ezt a pogácsát, ezt ütötte rá a korongra, odaült és ebből készítette az edényt.
És ha már a fazekas hagyományokat kiállítás és a múzeumpedagógiai foglalkozások is megidézik, nem hiányozhat a sorból egy valódi, már modern eszközökkel felszerelt fazekas műhely sem. Ebben nem csak a profi kézműveseknek adnak helyet, akár oktatási célokra, szakköri foglalkozásokra vagy játszóházakra is alkalmat teremt. A kézműves műhelyek sorát folytatták, a ház első emeletén olyan élelmiszeripari manufaktúrákat alakítottak ki, melyeket az önfenntartás és a közösség gondolata ihletett. Lesz egy aszhalóüzemünk, illetve már a próbaüzeme meg is történt az aszhaló műhelynek, ahol pont most cseng le az alma körte, de gyógynövények, zöldségek aszhalására is ez alkalmas lesz, tehát hogyha valakinek van kiskertje, vagy a nagymamának vagy van kiskertje, vagy én vidéken lakom, és látom azt, hogy még mindig nem nagyon szedik össze az emberek a lehulló gyümölcsöket, még pálinkának sem. Bízunk abban, hogy lendületet fog kapni, és a télire aszalt gyümölcsöket el fogják tudni tenni a családok, az asszonyok. Vonatkozik ez az úgynevezett sörfőző műhelyünkre is, amely nem csak sörfőzésre lesz alkalmas, ez majd egy tavaszi, nagyobb lélegzetvételű projektünk lesz, a sörfőzőnek az elindítása. Ezek a berendezések alkalmasak nagyobb tételű lekvárfőzésre is. Tehát el tudom azt képzelni, hogy ha valakinek nincsen otthon nagy konyhája, ugye ezek a tevékenységek meglehetősen nagy piszokkal járnak, meg unalmasak is, meg egyedül rossz is csinálni. Tehát egy közösségi lekvárfőző műhelynek is alkalmas ez. Tehát hogyha összefognak a háziasszonyok, összeszednek 20-30-40 kiló gyümölcsöt, amiből valamilyen lekvárt, vagy dzsemet, vagy bármilyen terméket szeretnének készíteni, akkor ez a nyitott műhely alkalmas lesz rá. A ház adta egyéb lehetőségeket, a gyerekek vagy a férfiak el tudják magukat foglalni, tehát abszolút ilyen családi programoknak lesz ez alkalmas. A harmadik műhelyünk az a kávépörkölő műhely. Egészen a legegyszerűbb kávépörkölésig, mondhatnám azt, hogy a high-tech kávépörkölésig lehetőség lesz. Minden műhelyben lesz egy mesterünk, aki a műhelyben jelentkezőket, vagy a műhelyt használókat ki fogja képezni, illetve meg fogja tanítani a műhely kezelésére, az alapvető élelmiszeripari szabályok betartására, és főleg a biztonsági előírásokra, ami foglalkozás jellegű, tehát nem egy piacra termelő, hanem magamnak, illetve megtanulom a technológiát, hogy otthon is meg tudjam csinálni. Na ez vonatkozik a kávépörkölésre, nyilván ezt a high-tech gépet nem fogja tudni sok ember megengedni magának, de a kávépörkölésben egészen a vaslábastól kezdve a néhány tízezer forintos kávépörkölő masináig ezeket lehet használni, és igaziból a küldetése ennek a műhelynek az lenne, a kávékultúrát és a sörkultúrát is egy kicsit revitalizáljuk vagy bevezessük, mert amit most itt tapasztalunk, az annál több mind a kettő. Mint említettem, közösségeknek szeretnénk helyszínt adni, és ez a terem, ahol most vagyunk, gyakorlatilag egy pub, vagy kocsma, vagy taverna, nevezzük is bárminek, ez is alkalmas erre. Bármilyen családi rendezvény, céges rendezvény, osztálytalálkozó születésnap számára ez a tér, ez nyitott lesz. És nyilvánvalóan az itt előállított termékeket lehet majd fogyasztani, de gyakorlatilag bármilyen a Városkapuz ZRT eddig által végzett eddigi közösségi programszervezések, gondoltunk itt ilyen minimál gasztroszínházaktól kezdve, kameraelőadásokra, felolvasóestekre, az angol kertben már elkezdett a Cellarius mellett működni, ez még egy terep lenne, és ugye remekül kiegészíti a szabadtéri színpadot, hogy ami már ott nem működne, tehát szabadtéren ugye már október-novemberben nem annyira élvezetes vonós négyest hallgatni, de ez mondjuk ez a ház, ez arra alkalmas lesz. Tehát abszolút egy közlelési tevékenység mellett egy nagyon-nagyon hangsúlyos közművelődési tevékenységet szeretnénk itt folytatni, és hát közösségi térként működtetni ezt a házat. Ez egy sokkal nagyobb lélegzetű projekt, mint maga ez a ház. Kapcsolódik a Sörédtorony, ami önmagában is egy csoda, ugye egy ipartörténeti érdekesség, és magának annak az udvarnak is egy a Sörét, golyó, ezzel kapcsolatos, a golyóval kapcsolatos játékok, illetve gyermek foglalkoztató játszótér is ott létrejött, és ne feledkezzünk meg a gyönyörű szép Kálvária-dombról, ami ugye, hogyha lentről nézzük, akkor egy földtörténeti csoda és érdekesség, de maga a domb is egy remek lehetőséget biztosít arra, hogy sétákra, egyéb vetélkedőkre, céges rendezvényekre, csapatépítő tréningekre ezt igénybe vegyük, nyilvánvalóan ennek a háznak a központiságával. Tehát ez a ház ki fogja tudni szolgálni ezeket a tereket is, és nagyon figyelünk arra, hogy azért ez ne egy tömegturizmus legyen, tehát nem egy
nem egy szalagturizmus vagy automatagép turizmus, hogy minél több turistát és érdeklődőt fogadjunk, hanem hogy ez emberi léptékű legyen. Ahol a célcsoportok az osztályok, általános iskolai, középiskolai osztályok, az egyetemi csoportok, a tágabb család, tágabb baráti kör, akiknek biztos, hogy fogunk tudni olyan lehetőséget biztosítani, hogy többször vissza fognak jönni Tatára. Nem versenyezni akarunk, hanem szinergiába szeretnék lenni. Hogyha csak a saját tevékenységünket nézzük, tehát a kajakházat, ahol ugye lehet kerékpárt bérelni, lehet kenut bérelni. Nyilván ezzel nem szeretnénk konkurencia lenni, hanem ezeket a szolgáltatásokat ennek a háznak a szolgáltatására ráépíteni. Tehát egyfajta Turinform irodaként is működik, nyilván nem elvéve a profi Turinform irodának a szolgáltatását, de aki minket meglátogat, egész biztos, hogy valahol szeretne aludni, valahol szeretne egyéb programot, és ez tudnám csatolni a kistérséget is, ugye a fellendülő borturizmusával, tudnám csatolni a gyönyörű szépen megépített kerékpárútjainkat, tudnám csatolni Tata és Tata környéki tavakat, és azt a csodálatos természeti környezetet, nem megfeledkezve, hogy a fényes tanösvényről. Tehát ezek abszolút módon úgy gondolom, hogy win-win kategóriába, tehát egymást erősítő szolgáltatások, ami nem csak a Tatai Városkapu ZRT szolgáltatására vonatkozik, hanem szeretnénk, hogyha partnerként ezt egyéb szállásadók, egyéb programadókkal együttműködve tudnánk üzemeltetni.